Mobil klímát kaptak a mentősök, a fertőtlenítő konténerben használják majd. Már Halason is itt a madárinfluenza, sorra temetik el az állatokat a nagy gödrökbe. Új környezet várja a diákokat, a kollégiumi szinteken dolgoznak a kivitelezők a Váriban. Sokan rajzoltak, fotóztak, megkapták az ajándékokat az online földnapja díjazottjai. Köszöntöm Önöket, csütörtöki hír összefoglalónk következik. Tartsanak velünk! Szinte nincs olyan nap, hogy valaki ne segítene a Kiskunhalasi Mentő Alapítványnak. Van, aki élelemmel, van, aki műszaki eszközökkel segíti az életmentők munkáját. Az egyik legutóbbi adomány egy mobil klíma volt, melyet a járványkórház területén lévő mentőautó fertőtlenítő konténerben használnak majd. Egymás után érkeznek a felajánlások a Kiskunhalasi Mentő Alapítványnak. Legutóbb egy mobil klímát adományozott a helyi életmentőknek a Halas Tűzvédelem Kft. És Vicai Zsolt vállalkozó. A berendezést Malustyik László az alapítvány titkára vette át. Számtalan civil adomány, civil kezdeményezés, magánszemély keresetnek bennünket, napi szinten kopogtatnak be hozzánk, és élelmiszeradománytól kezdve üdítőn keresztül, kávén, süteményen, sorolhatnánk, és tárgyi adományok is sorakoznak ebben a sorban, mint most legutóbb, most talán a legújabb. Ez a mobil klíma, mely a második redzónának a konténerbe lesz elhelyezve, és nem is a kollégáknak a szociális helyzetét fogja javítani, a komfortérzetét a hosszú műszakban. A klímát itt a járványkórház területén kialakított mentőautó fertőtlenítő helyen, a konténerben használják majd. Vicai Zsolt az adományozók nevében azt mondta, érzékelték, hogy valami még hiányzik a létesítményből. Ugye ez a mentőgépjármés eszköz fertőtlenítő konténer, ez a kórház és a mentőállomás, valamint a Kiskunhalasi Mentő Alapítvány közös projektje volt. Ezáltal valamelyest érintett voltam benne, és amikor elkészült a konténer, akkor azzal szembesültünk, hogy már akkor nagyon meleg volt bent a hőmérséklet, és megkérdeztem a mentőállomás vezetőt, hogy nem lenne szükségük egy klímaberendezésre. Ők mondták, hogy nagyon örülnének neki, de egyelőre nincsen. Másodásban én egyéni vállalkozóként munka és tűzvédelemmel foglalkozom, és szorosan együttműködök a Halas Tűzvédelem Kft-vel. Szabó Mónikát felhívtam telefonon, és megkérdeztem tőle, hogy nem lenne kedve segíteni, ő azonnal igent mondott, és így 50-50%-os felajánlásba született meg ez az adomány, amelyet most átadtunk a mentőalapítvány részére. A konténernek fontos szerepe van, és lesz is a mentőautók fertőtlenítésében, mondta Nagy József állomásvezető mentőtiszt. Ezen a helyen először is történik egy kémiai fertőtlenítés, megfelelő fertőtlenítő szerekkel az egész mentőautót fertőtleníti, áttörli, fertőtlenítik, ez mind mechanikai úton ugye eltávolítja a szennyeződéseket, mind pedig kémiai úton, már alapból elpusztítja ezeket a kórokozókat. Majd ezt követően még egy ózongenerátorozással tesszük teljesen hatékonnyá ezt az eljárást, aminek során szinte teljes biztonsággal kijelenthetjük, hogy az egységeket, az autókat sikeresen feltöltenítettük, és nem visszük tovább a kórokozókat. Nemzetközi Csipkefesztivál, nyárindító főtérparti városi gyermeknap. Néhány rendezvény az elkövetkező hetekből, hónapokból, amelyek már biztosan elmaradnak a kialakult vírushelyzet miatt. A Halasi Média és Kultúra Kft. Ügyvezetője azt mondja, azok a programok viszont, amelyek nem konkrét dátumhoz kötődnek, nem maradnak el. Amint lehetőség lesz rá, későbbi időpontokban pótolva lesznek. Sajnos a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet miatt több rendezvényünket is el kellett halasztani, illetve vannak olyan dátumhoz kötődő ünnepek, megemlékezések, amik teljes egészében el is maradnak, mint például a kihívás napja, de szeretném inkább egy nagyobb rendezvénnyel kezdeni, ugyanis a Városnapja a legközelebbi nagy rendezvény, amit nek minden egyes közterületi eleme elmaradt. A zászlófelvonás és a dísztestületi ülés is el fog maradni, viszont a polgármester egy
egy beszédet fog tartani, egy városnapi köszöntőt fog tartani a lakosságnak, és ezzel adja át az üzenetét a Halas Televízión keresztül, úgyhogy május 8-án érdemes lesz nézni a Halas Televíziót ismét. Ezen kívül azok a rendezvények, amik nem dátumhoz kötődnek, mint például a folkesték, a klubjaink, ezeket el fogjuk halasztani, tehát később megtartjuk, amikor már lehetséges a rendezvények szervezésének a lehetősége, viszont a nyárindító főtérparti és a nagyszabású szokásos gyereknapunk, ami itt szokott lenni a főtéren, ez is szintén idén sajnos el fog maradni. Mennyire lehet előre tekinteni? Későbbi rendezvényekről van-e már információ? Nem merünk konkrétumot mondani az augusztus 20-ával kapcsolatban, de nagyon bizakodunk, hogy akkorra már tudunk valamilyen eseményt szervezni. Ez az aktuális helyzettől függ. Most már közel másfél évtizede annak, hogy a halasi borudvar jelenti városunkban a szabadtéri rendezvények időszakának kezdetét. A koronavírus miatti veszélyhelyzetben a hagyományos értelemben véve nem tudják megtartani a háromnapos programot, ám már vannak ötletek arra vonatkozóan, hogy hogyan oldják meg a felmerült problémát. A nyilvános rendezvényeket is fölülírja a jelenlegi helyzet, és a 14. borudvar is egy kicsit másképp, de meg lesz tartva. Nyilván látjuk, hogy azok a rendezvények, amiket a nagy számban mozgattak meg tömegeket, azokat most nem lehet megrendezni. Éppen ezért mi is alkalmazkodunk ehhez a rendkívüli állapothoz, de az éterben borajánlásokat és fellépőket rendelkezésre fogunk tudni ajánlani. Úgyhogy a 14. borudvar az nagyjából úgy fog lemenni, mint minden egyéb más a virtuális térben. A Halasi Borudvarnak van saját honlapja. A Halasi Borudvart egy magáncég üzemelteti, nyilván jól tudja mindenki, illetve tavalyi évben már a szervezésbe bekapcsolódott egy alapítvány, aminek a neve nyilván a rendezvényre is utalva az, hogy Halasi Borudvar Alapítvány, de a rendelkezés álló felület az megvan. Nyilván ezzel kapcsolatosan, a részletekkel kapcsolatosan a későbbiekben, aki kíváncsi rá, fog tudni információt szerezni az interneten. A Halasi Rendőrkapitányság János Halmi rendőrőrsének munkatársai elfogtak egy mélyikúti lakost, aki a gyanú szerint még az év elején megütött egy mellette elhaladó kerékpárost, aki elesett, a gyanúsított bántalmazta, rugdosta, pénzt követelt tőle. Az áldozat nem akarta átadni értékeit, ezért az elkövető elvette a pénztárcáját és kivett belőle 12 ezer forintot. A 32 éves férfi a gyanú szerint bement egy mélyikúti portára és a záratlan melléképületből 15 szál füstölt szalámit vitt el. Egy hónapra rá egy kővel betörte egy vegyesbolt ablakát, ahol bemászott, és onnan többek között szeszes italt, kávét, édességet akart elvinni. Ezeket már össze is készítette, azonban megzavarták, így a helyszínről üres kézzel menekült el. Ez utóbbi esetben nagy hibát követett el, a közelben hagyta a kabátját, melyben a nyomozók megtalálták a személyi igazolványát. Egy esetben volt tettestársa is, őt is elfogták. Információink szerint egy kiskunhalas külterületén lévő gazdaságban is megjelent a madárinfluenza vírus, ezért le kellett ölni az állományt. A tyúkokat egy nagy gödörbe temették el, úgy tudjuk, a tetemeket elszállító ATEV már nem győzi a szállítást, ezért kellett ezt a módszert választani. A madárinfluenza házi és vadon élő madarak betegsége a kórokozó influenza vírus változékonysága miatt kialakulhat a vírusnak olyan változata, mely az embereket is képes megbetegíteni. Európában azonban ennek csekély az esélye. A szakemberek védő és megfigyelési körzetek kialakításával igyekeznek megakadályozni a terjedését. A témára még visszatérünk. Megújul kívülről és belülről. Újabb felújítási szakaszánál tart a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István szakközépiskolája és kollégiuma. Jelenleg a kollégiumi szinteken és a tantermekben dolgoznak a szakemberek. Az intézmény előtti parkoló kialakítása már megtörtént, a parkosítás van hátra. Új homlokzatok, színek, járdák, előkertek. Az elmúlt egy évben is szembetűnő az a változás, amely a látogatót fogadja az intézménynél. A belső terek is megújulnak. A napokban is több szakember dolgozik a kollégiumi szinteken. Most kihasználjuk egyrészt a pénzügyi lehetőségeinket, amit korábban sikerült félretenni ezekre a célokra, meg azt, hogy sajnos nincsenek a diákjaink, és így a felújításokat egy kicsikét gördülékenyebben tudjuk megoldani.
A kollégiumban saját forrásból sikerült felújítani két szinten a szobákban a burkolatot, egy szinten a folyosón és a teljes vizes blokkrendszert. A K épületben, ahol most éppen beszélgetünk, itt a harmadik szinten majdnem teljesen a tantermek burkolatát cseréltük le, a folyosót teljesen megújítottuk. A fal egy lábazati bevonatot kapott, hogy kopásálló és tisztítható felület legyen. A második emeleten is a tantermeknek a burkolatát cseréltük, és a folyosón meg a lábazatot színeztük újra. A munkálatokat külső vállalkozók végezték, ám a festést saját munkaerővel oldják meg az intézményben. Az anyagi forrásokat is részben saját költségvetésből teremtették elő. Ami saját forrás, a kollégiumi felújítás, az nagyságrendben 20 millió magasságában állt meg. A jelenlegi Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről kapott felújítási keret terhére 15 milliót tudunk rákölteni erre az épület részre. Hatalmas a változás a kollégiumi épület előtt is. Nyoma sincs a régi töredezett járdának, parkolónak. Ezt a részt ugyanúgy önerőből próbáltuk elindítani, és úgy érzem, hogy sikeresen haladunk. Még nincs teljesen befejezve a kerítésnek a túloldali bejárathoz hasonló megújulása van hátra, meg a virágok, a parkosítási rész, de folyamatban vannak már. Az új fák telepítésre kerültek, 6 darab gömbszivarfát telepítettünk a régi fák helyébe, ezt vállaltuk annak idején a kivágáskor. A parkolók most már úgy gondolom, hogy kulturáltan használható megjelenésében és használatában is kielégít minden elvárást. Egy szép virágos sáv, bokros virágos sáv készül még az épülettel párhuzamosan. Szabó Edina, az intézmény vezetője bízik abban, hogy hamarosan a diákok is láthatják majd, milyen sokat szépült az iskola és a kollégium. Kívülről már megújultunk. Most az egyik, az úgynevezett K épület szárnynak a burkolatcseréje, illetve festése történt meg. Magáért beszél az eredmény, hiszen gyönyörű lett. Hát azt nagyon sajnáljuk, hogy még most üres, de minden rosszban van valami jó, hogy legalább tudtak haladni a mesterek ezzel a munkával, és egy nagyon szép környezetbe tudnak visszajönni a diákok, akiket nagyon várunk. Sokan rajzoltak és fát is ültettek a földnapja alkalmából. Mint arról már beszámoltunk, a vírus helyzet miatt csak online lehetett idén ünnepelni Kiskunhalason. A kiírt pályázatok sok gyermeket és felnőttet megmozgattak, így szép számban érkeztek pályaművek. Ma reggel útra keltek azok a városmarketing ajándékcsomagok, amiket az online földnapja alkalmából beküldött fotók, rajzok dobogós helyen végző alkotói kaptak meg. A kiírt pályázatok sok embert megmozgattak, akár alkotóként, akár nézőként. Ennek az online eseményünknek egy nagyon fontos része volt az, hogy egy pályázatot hirdettünk meg gyerekeknek és szülőknek is egyaránt. Gyerekek rajzolhattak, színezhettek, festhettek, és ezeket a rajzokat kellett, hogy lefotózzák és elküldjék nekünk. A felnőttek ők ültettek, az ültetményeikről egy képet készítettek, ezeket is feltöltötték hozzánk. Miután közzétettük a Facebook csoportunkban a műveket, és a közönség szavazhatott. Én nagyon örültem neki, és szerintem nagyon jó dolog, hogy foglalkoznak a gyerekek és a szülők is ugyanúgy a környezetvédelemmel gondolnak a földnapjára és a természetünk szépségeire. Az első helyszínen egy ilyen rögtönzött táncprodukcióval fogadták stábunkat. A Kovács család nyerte meg a növényültetés kategóriát. Mi magukat ültettünk a lányaimmal, és úgy gondoltam, hogy igazából nekik megmutatom, hogy ez a föld napjával például mit lehet a földünkért tenni. Szeretem őket bevonni minden munkába, meg most, hogy itthon vannak. Ez egy jó elfoglaltság volt. Nagyon szeretnek a lányok velem együtt munkálkodni, bármiben szívesen segítenek. Most ebbe koktélparadicsom került be, de vannak sok fűszernövényeink, amiket így magukból elvetettünk, és majd nézzük, hogy növekednek együtt. Előbb földet raktunk be, félig, aztán raktunk, szórtunk így magukat bele, aztán még földet raktunk, és meglocsoltuk. Milyen feladataid lesznek majd, hogyan kell gondozni ezeket a kis magocskákat? Hogy locsolgatjuk. Az ajándékcsomag mellé egy festményt is kapott a győztes család, amit a kiskunhalasi Gál Mihály ajánlott fel az első helyezettnek.
látni, egy jeges medvét ábrázoló képet ajánlottam fel. A miértje, tudom, hogyha egy pályázat beindul, azért szeretnek az emberek ajándékot kapni. Én magamról is tudom, és úgy voltam be, hogy ez örömet szerzek valakinek. A jellemzője a képnek az, hogy 3D technikával készült, amikor készült látássérültekről volt szó. Tehát ki lehet tapintani az ábrázolt mintát, itt a jegesmedve egy jég kockán és összesugorodó jégtömbben kupucorog, ezt ábrázolja a kép. Itt elsődleges lényege az, hogy tapintható. Sziasztok! Jó napot kívánok! Ez pedig már a rajz kategória első és második helyezettjének otthona. A nagy testvérek szerezték meg ugyanis a pályázat első, illetve második helyét. Az ezüstérmes örömmel osztotta meg rajza tartalmát nézőinkkel. Bicikli, busz, napocska, és úgy készült, hogy rajzoltunk egy kocsit, utána egy buszot, és akkor ide fákat. És akkor itt egy napocska, és itt egy ember. A győztes Nagy Ádám rajzára több mint 1200 szavazat érkezett az internetezőktől. A kis művész elárulta, melyek a kedvenc színei, amiket most is előszeretettel használt. Kék, pior, hajka, kék. Milyen sokáig készült ez a rajz? Gyorsan készítetted el, vagy lassan, sokáig hogy készült? Tóétan. Az összes rajz megtekinthető az online földnapi program Facebook eseményében. Zsigmondné nem hagyta annyiban, összeszedte a szemetet. Mint tegnapi híradónkban láthatták, egy halasi hölgy arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire szemetes a sóstói parkerdő. A konténerbe mázsaszám kerül a lakossági hulladék, az erdei utak mentén pedig üdítős dobozok, csomagoló anyagok és bezsákolt állati tetemek vannak kidobálva. A panaszos Zsigmond Tiborné szerint felháborító, hogy így néz ki a sokak által látogatott parkerdő. A hölgy nehezményezte azt is, hogy a tófürdő bejáratánál is több zsáknyi szemét van kidobva. A riportot követően nem hagyta annyiban a dolgot. Egy közeli ismerősével visszament és eltakarította a bejáratot csúfító szeméthalmot. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. Mobil klímát kaptak a mentősök, a fertőtlenítő konténerben használják majd. Már Halason is itt a madárinfluenza, sorra temetik el az állatokat a nagy gödrökbe. Új környezet várja a diákokat, a kollégiumi szinteken dolgoznak a kivitelezők a Váriban. Sokan rajzoltak, fotóztak, megkapták az ajándékokat az online földnapja díjazottjai. Kedves nézőink, kérem maradjanak továbbra is velünk, hiszen rögtön jön az időjárás előrejelzés, majd a napi mozaikban a Föld napja alkalmából üzennek nekünk a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület tagjai. 7:30 pedig kezdődik a Kultúrkép magazin sok-sok érdekességgel. Friss hír összefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!